Rendkívüli év volt a 2023-as, fogalmazott a Nyírtávfő ügyvezetője a tavalyi év értékelője kapcsán, hiszen ilyen alacsony fogyasztás ezen az 57 éves távfűtési rendszeren még soha nem történt. Jellemző az is az előző évi adatok között, hogy a 2022-23-as fűtési idény elszámolása szerint több mint 90 millió forintot fizettek vissza a fogyasztóknak. Körülbelül 10%-kal kevesebb, mint az elmúlt év, de összességében a 90-es évekhez képest ez a 600 ezer gigazsúl, ez fele, hiszen 92-ben, amikor a nyírtávfő megalakult, 1 millió 200 ezer gigazsúl hőfelhasználásunk volt. Tehát ezt a rendkívül alacsony hőfelhasználás ugye több dolog is indokolta, legfőképpen ugye a külső időjárástól függünk, illetőleg hát az, hogy az energiaválság hatására fogyasztói tudatosság, megtakarítás, energiatakarékosság állt elő, volt egy-két hely, ahol bezártak télire, ugye, illetőleg hát a lakossági fogyasztóink is takarékoskodtak. Ez okozta ezt. A külső időjárásban pedig azt lehet látni, hogy már régen meghaladtuk a külső hőmérsékletben az évi 5 Celsius fokot, plusz 5 Celsius fokot, ami azért egy rendkívüli meleg időjárásnak tekinthető. A távfűtés aktuális díja a gázévhez kötődik, melyet a Magyar Energia Hivatal állapít meg. 2023. október 1-től is új díjjal számolnak, mely a lakossági fogyasztókat nem érinti, hiszen jó 10 éve rezsicsökkentett áron szolgáltatnak. A közületi díj pedig megfeleződött a korábbi időszakhoz képest. Most 15-16 ezer forint a gáz gigazsúlya. Ez magasabb a korábbinál, de a tűzsdén sem lehet annyiért venni, mint korábban. 15.700 lakás, 46 kilométer távfűtési vezeték, 300 akna és több mint 300 hőközpont kapcsolódik a nyírtávhő rendszeréhez. Általában stagnál a fogyasztói réteg, és a közületi fogyasztók csatlakozása egyenlíti ki a lecsökkent fogyasztást. A távfűtési vezetéket közel fél kilométer cseréltünk új korszerű vezetékre. Egyik legnagyobb volumen az Ószőlő utcán történt, ezen kívül pedig hőközpont felújítás történt több mint 20 esetben. Fogyasztói hőközpontot alakítottunk ki szolgáltatói hőközpont helyett, ezt a Szénatéren tettük meg, és hát számtalan helyen aknákat javítottunk, újítottunk fel, illetőleg hát a távfűtési vezeték mentén is különböző műtárgyakat, aknafedlapokat, stb. Ez a karbantartás, ez mindig tervezetten folyik, gyakorlatilag májustól a fűtési idény végétől szeptemberig folyamatosan, hiszen nem áll egyszerre rendelkezésre akkor erőforrás, hogy ezt nagyon rövid idő alatt megtegyük, de nyilvánvalóan a fűtési idény kezdetére ezek megtörténtek. Tehát mondjuk azóta is üzembiztos a szolgáltatás. Szeptember 15-e és május 15-e között szolgáltat a távhő. 2023-ban a korábbi százas nagyságrendű meghibásodással szemben csupán 18 rendszerszintű hiba volt. Az úgynevezett szekunder oldalon, tehát a lakosságnál az éves 2500 körüli meghibásodás a radiátorszelep nyitás-zárással, illetve a légtelenítéssel kapcsolatos, melyet szakemberek segítségével hárítanak el az otthonokban.